Újabb segélyszállítmányt indított útnak Harkivba a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat és a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulása. Ukrajna háború sújtotta övezeteibe ezúttal 32 raklapnyi élelmiszert, higiéniai termékeket, valamint elektronikai eszközöket és ruházatot küldtek az ottani partnerszervezetek kéréseit figyelembe véve. Kelet-Ukrajna legnagyobb városát az elmúlt hónapokban sorra érik heves rakéta és dróntámadások, az útnak indított szállítmány pedig azon károsultak között lesz szétosztva, akik otthona az elmúlt hetekben semmisült meg. A Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat több mint két éve ápol stratégiai partnerséget a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásával. Közösen ez idő alatt ez már a 11. olyan szállítmány, amit Harkivba küldtek. Most induló kamion Harkovban, remélem, hogy mi hamarabb odaér, hisz nagyon nagy problémák vannak, főleg a civil lakosságot figyeljük, és ők velük vagyunk kapcsolatban, az ottani partnereinken keresztül. Napi szinten bombázzák őket, nincs áram, nagyon nehézen tudnak élelmiszerhez és egyéb dolgokhoz jutni. Tehát az ő számukra igyekszünk segíteni, és ez a kamion is éppen ezért fontos, hogy a civil ott maradt lakosságnak könnyítsük az életét. Az idő múlásával, valamint a harci cselekmények fokozódásával a humanitárius helyzet is egyre rosszabb a keleti ország részben, amit az Együtt Harkivért Jótékonysági Alapítvány vezetője is megerősített, aki személyesen érkezett ide a szállítmányért és azért, hogy további segítséget kérjen partnereitől. Harkivban jelenleg nagyon nehéz a helyzet. Aktív harci cselekmények zajlanak. Harkiv városát napi szinten érik rakéta és bombatámadások. Rengeteg ember kényszerül elhagyni a határmenti településeket, és Harkivban keresnek menedéket. Ezért is szeretném megköszönni a magyar barátainknak és a máltai szeretetszolgálatnak, hogy nem feledkeznek meg rólunk, Harkivról, az emberekről. Ez nagyon fontos a számunkra, és reméljük, hogy a jövőben sem feledkeznek meg rólunk és segíteni fognak. Az idő alatt, amíg mi itt felpakoltuk ezt a teherautót, Harkivban 8 alkalommal történt rakéta támadás, tehát nagyon nehéz a helyzet, fogalmazott az alapítvány vezetője. A helyzet Harkiv környékén egyre súlyosabb, ezért nagy szükség van a további együttműködésre a keleti és a hátországban lévő szervezetek között, véli Ruszlán Fisuchenko. A helyi rászorulók, akik többsége 75 év feletti idős ember, és a menekültek számának növekedése miatt nagy szükség van az élelmiszerekre, és keressük azokat az alapítványokat, akik segíteni tudnak nekünk. Az alapítványunk már nem első alkalommal működik együtt a kárpátaljai szervezetekkel, és ezért reméljük, hogy a továbbiakban is támogatni fognak bennünket, amennyiben lesz rá módjuk, tette hozzá az alapítvány vezetője. A külföldről érkező humanitárius felajánlások mértéke már rég nem éri el azt a szintet, mint például a háború első hónapjaiban. Viszont mind a máltai szeretetszolgálat, mind pedig a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulása eltökélt abban, hogy a továbbiakban is támogassa a kelet-ukrajnai rászorulókat és a bajba jutottakat.